Egy ingatlan vásárlás nagy felelősséget jelent, és nem könnyű felmérni, hogy pontosan mekkora hitelhez juthatunk. Bár léteznek különféle költségkalkulátorok, most egy új szolgáltatás segíthet a vásárlóknak. Idén júniustól viszont már három olyan hazai nagybank is kötelező érvényű előzetes hitelbírálatot ad vissza az ügyfeleknek, aminek segítségével a személyes adatok alapján a jövedelemszint, a meglévő hitelek, illetve egy előzetes hitelelbírálási folyamat alapján 24-48 órán belül egy kötelező érvényű ígérvényt kaphatunk arra vonatkozóan, hogy az adott bankba besétálva mennyi hitelt tudnak biztosítani a megvásárolandó lakás megszerzéséhez. Ez azért egy fontos dolog, mert itt már nem csak pusztán kalkulációról beszélünk, hanem egy olyan biztonságos folyamat első lépéséről, ami hozzáadheti a vevőket abban, hogy bátrabban alkudjanak egy ingatlanra, letegyék az ingatlan értékének általában 10%-át kitevő foglalót, ami azért több millió forintot jelent, és innentől kezdve már nem nagyon kell attól tartani, hogy elúszik az adásvétel azért, mert nem kapunk a banktól hitelt, vagy kevesebb hitelt kapunk, mint amire szükségünk van. A lakás vagy házvásárláshoz szükséges előzetes hitelbírálat egyszerűsített dokumentumait az online térbe tölthetjük ki. Nem kell sorba állni és várakozni a pénzintézeteknél. Az egésznek a kulcsát az jelenti, hogy az ingatlan.com felületén egy online űrlapot kell kitölteni, nagyon egyszerű kérdésekre válaszolva, hogy mennyi a jövedelmünk, tervezünk-e gyermekeket, hogy például az állami támogatásokat is figyelembe tudjuk-e venni, és az egyéb hiteligényléshez szükséges adatokat meg kell adni, és hogyha ezek helyesek és megfelelnek a valóságnak, akkor a bank tulajdonképpen már az ezek alapján meghozott előzetes döntésre támaszkodva nagyon gyorsan föl tudja dolgozni a hiteligényt, és már eleve ez a banki válasz arra vonatkozóan, hogy meg tudjuk-e kapni ezt a hitelt, 24-48 órán belül rendelkezésre áll, és mindezt az otthonunk kényelméből tudjuk megtenni, tehát nincs szükség banki sorbaállásra, ügyintézővel való személyes beszélgetésekre, különböző dokumentumok előzetes beszerzésére, mert ezekre ráérünk akkor, amikor már megvan a konkrét ingatlan, már megállapodtunk az eladóval a vételáról. Ez a szolgáltatás több szempontból is felrázhatja a hazai ingatlan piacot, ráadásul várhatóan több bank tervezi csatlakozását a rendszerhez. A várakozásaink szerint ez nem csak a gyorsabb döntéshozatal miatt rázhatja föl a piacot, hanem azért is, mert ahogy említettem, három hazai meghatározó nagybank már része ennek a rendszernek, és folyamatban van további bankok csatlakozása is a hitelintéző rendszeréhez, ami abból a szempontból lesz érdekes, hogy mivel ugyanazt a formot töltik ki a lakásvásárlók, a hiteligénylők, ezért ez akár fokozhatja a banki versenyt is az egyes ügyfeleknek adott banki ajánlatok terén. Hiszen, hogyha egy bank azt látja, hogy olyan hitelajánlatot ad vissza, olyan előzetes hitelminősítést ad az ügyfél kezébe, amivel utána nem nagyon megy be a bankba, mert adott esetben mástól veszi fel a hitelt, akkor arra lesz ösztönözve a hitelintézet, hogy egy kedvezőbb, vagy az ügyfélnek jobban tetsző ajánlatot adjon, ami adott esetben win-win helyzetet okozhat, hiszen az ügyfél így jobb ajánlatot kap, a bank pedig több ügyfélhez juthat. Az előzetes online hitelbírálat tehát fokozhatja a piaci versenyt a bankszektorban, de ami a vásárlók számára a legfontosabb, jelentősen csökkentheti ingatlan vásárláskor a pénzügyi kockázatot.